És köszönjük, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyar nyelven tett fogadalmat Marco Rossi, aki Novák Katalin köztársasági elnök, Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, Csányi Sándor MLS elnök és Pokorni Zoltán polgármester jelenlétében tett állampolgári esküt. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányának segítője, Cosimo Ingusso szintén megkapta a magyar állampolgárságot. Kívánom, hogy ne csak az ott fogjuk legyen Magyarországon használjuk. Marco Rossi azt mondta, ez egy nagyon különleges dolog, ami nem történik meg minden nap az emberrel. Számunkra ez egy nagyon emlékezetes dátum lesz. Egyúttal köszönetet mondott a magyar embereknek, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek és a kormánynak is, hogy támogatták a döntést. Mindannyian emlékszünk azokra a napokra, amikor az Európa bajnokságon végre sikereket elérő magyar válogatottnak örülhettünk. A fiatalok és az idősebbek végre ismét büszkék lehetnek a magyar futballválogatottra. Erről már Novák Katalin köztársasági elnök beszélt. Az, hogy kamasz gyerekek, fiatalok, tizenévesek tudnak lelkesedni magyar sportolókért és magyar futballistákért, az, hogy számukra az is vonzó, hogy elmenjenek a magyar válogatottnak a meccseire, az igen sokat jelent abban a világban, amikor általában a kollégás tárgyát nem a magyar sztárok képezik. A két olasz edző 2018 óta irányítja a magyar futballválogatottat, amely egyre több sikert ér el. Jelenleg például Szerbiát megelőzve vezeti az EB selejtező csoportját.